Az egészben a lényeg a táplálásnál, hogy amik leszünk, meg eszünk, azzal leszünk, és ez nem csak ránk, hanem a kutyára is teljes mértékben igaz. És egyre inkább egy olyan tendencia látszódik, ami itt az első sorban van, hogy nagy a táp ellenség, ellenségesség, vagy szóval a tápok elleni felállás. Az a a régen a kutyák nem ettek tápot, ez volt az elsőleges mindenes dolog, amivel az embert, mint fölvértezve támadja meg a tulajdonos, hogy miért kell tápokkal foglalkoznunk. Annyi általában a válaszunk, hogy ha megnézzük, hogy régen mondjuk egy 100 évvel ezelőtt egy kutya körülbelül megérte a 3-4 éves kort, akkor sokat tudunk mondani. Most jelen esetben a középtestű jószágok a 15-16 évet kényelmesen el kéne, hogy tudják érni, és nem is ez a lényeg az egészben, hanem az, hogy az állatorvosi tevékenység és a diagnosztikai lehetőségek bővülésével a szubklinikai betegségeket meg fogom tudni határozni. És az azért lesz jó, mert mondjuk egy veselégtelenség, aminél már azzal jön a gazda, hogy már bágyadt és levert a kutya, az már azt jelenti, hogy a vesének a háromnegyede elment nyaralni, és a vesével nem tud gyógyulni, onnan nekem már nagyjából életminőségben tudok ideig, óráig valamit javítani rajta, de az idült veselégtelenségből néhány hónap múlva el fogom őt veszíteni. Viszont, ha én szubklinikailag fogok tudni diagnosztizálni egy kezdődő veselégtelenséget, akkor gyógytápokkal igenis hosszú évekig fogom tudni az állatnak az életminőségét javítani. Ami a tápokon szokott szerepelni még, és ezzel jönnek még, hogy az enyémben ennyi fehérje van, az enyémben meg van annyi fehérje van, semmiféle információval ez az egész nem rendelkezik, ugyanis a fehérje, amit be tudunk mérni, az nem más, mint a nitrogénnek a mennyisége. A nitrogént tudjuk mérni, beteszik a kaját egy bombakalorimétert, az elégeti, ami ott lesz, abból nitrogént kivonnak, és majd a nitrogénből fognak egy számítás útján kapni egy kvázi nyers fehérjét. Ha én veszek 100 g tojásfehérjét, abban pontosan ugyanannyi nitrogén lesz nagyjából, mint mondjuk 100 g hajból vagy tollból. A gondom ott van, hogy a haj meg a toll az nem emészthető, a 100 g tojásfehérje pedig az egyik legjobb biológiai értékű anyag, amit nagyjából kutya bármilyen emlős tökéletesen fog tudni hasznosítani, és a már előttem említett toll és szaru, ez pedig egyáltalán nem volt, ez a melamin botrány, amit Kínából hoztak be, ez hát jó sokan meg is haltak, de főleg az Egyesült Államokban, az volt az egésznek az értelme, hogy a nyers fehérjét, idézőjelben mutatom, meg tudták dobni azáltal, hogy egy molekulában volt, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de kb. 3-4-szer annyi nitrogén, mint magában a fehérjébe. És akkor abban a pillanatban, ú, de jó, ennek a kajának nagyon magas a biológiai értéke, azt hinnénk, mert jó magas nyersfehérje tartalma van, semmi fehérje nem volt benne, csak egy mérgező nitrogén vegyület volt benne. Mi az összetétele? És akkor már itt el lehet indulni abba az irányba, hogy milyen tápot van értelme használni. Nagyon fontos, hogy amiket én a zsákon látok, az élelmiszer törvény úgy határozza meg, hogy ami a legelső helyen van, abból van a legtöbb. Na most, hogyha ez gabonafehérje, vagy gabonamag, vagy akármi, akkor már tudhatjuk, hogy a táplálékom, amivel én a kutyámat fogom etetni, az sajnos növényi eredetű. Na most erre jön csomó agyhalott, de ez nem az a plénum, ugye mert nagy testű juhászkutyákkal állunk szembe, és legeltetni elég hülyén veszi ki magát, de sajnos ezekkel a zsebcirkálókkal mindig neki állnak, hogy jaj, az ő fifi értő növényevésre akarja rákárhoztatni. Ezzel nincs is semmi baj, csak én azt nem értem, hogy a nyulat miért nem akar ők húsevésre rászoktatni, mert nyúl, a vérnyúl, igaz, van ott a vérnyúl, a gyalog galobba, aki komplett 50 férfi csontvázat el tudott eddig ejteni, de megint ott van az egésszel a probléma, hogy más a fogazat. Ha belenézünk a kutyának a fogába, azzal a tarajos zápfoggal ő nem fog tudni legelni, éhen fog halni. Na most, hogyha odaadom neki a gabonamagvakat, azzal is ott el fog bíbelődni, lenyeli az egészet, de nem használ. Ha egy lónak fogok odaadni egy jó kisütött sztéket, hát azzal szerintem ideig óráig el lesz vele. De azzal a rágó fogazattal nem fog tudni egyről a kettőre jutni. Vagyis meg kell néznem, hogy a tápban mi az összetétel. Minél jobb biológiai értékkel rendelkező fehérjéket tartalmaz, annál jobban lehet azt mondani, hogy nyugodtan le lehet menni a fehérje százalékba,
mert akkor azt lehet mondani, hogy ugye mint a fehérje aminosavakból épül föl, minél jobban tudom pászítani a tápnak az aminosav szekvenciáját a kutyámnak a szekvenciájához, annál kevesebb fehérjével el tudok lenni. Ami nagyon fontos az egészben, hogy egy tápnál a fehérje tartalom mellett, mint amit mondtam is a legelején, hogy semmi jelentősége nincsen, de meg kell néznem az energia-fehérje arányt, ugyanis a fehérje energia jelenlétében fog tudni beépülni, hát embernél, lónál meg mindenkinél, a kutya az annyiban fifikás az egész rendszerbe, hogy ő a fehérjét is tudja energiaként használni, és itt jön egy csomó olyan probléma, amit majd érinteni fogok. Téfit, házikoszt. Ha én megtalálom, igen, egy fontos dolog, második mondat, kiadtam, a táp hatékonyságát a táp teljesítménye fogja megmutatni. Ergo, ha én a kutyámat házikoszta letetem, és le van zsarolódva, akkor bemehetek és vehetek egy Tesco gazdaságos, totálisan szar tápot, de azzal is, hogy az valamelyest már homogénebb beállítottságú beltartalommal rendelkezik, már azzal egy javulást fogok tudni elérni. Na most, hogyha én erre azt mondom, hogy na nekem itt már megelégedtem az egésszel, akkor megnyugodhattunk, és akkor a tápválasztásom jó volt. De hogyha mondjuk elmegyünk egy olyan táp irányába, ami beltartalomban, összetételben tényleg azt lehet mondani, hogy kész, bőrület, akkor megint azt fogom észrevenni, hogy ezzel a tápot, hogyha én leváltam egy másik tápra, akkor életminőségbeli javulásban még nagyobb ugrást fogok tudni elérni. Házikoszt. Miért nem jó a házikoszt? Mert magunknak főzünk, és baloldalt látjuk azt, hogy az ember az főleg szénhidrát alapon működik, és viszonylag elég kevés fehérjére van szükség. Hogyha én ezt kutyára fogom átkonvertálni, akkor a szénhidrát az jelentősebben csökkent, 30-50%, a zsír jelentősebben emelkedett, és a fehérje is magasabb. Vagyis ha én kutya módjára főznék, akkor elég hamar meghíznék, meg elég hamar elzsírosodna a májam. Vagyis önmagában a házi koszt már abból kifolyólag nem lesz elegendő, mert nem úgy főzök, mint hogyha kutyának szeretnék főzni. Ezt nagyjából érintettük, belsőségekben a zsírtartalom sokkal magasabb, és az íz az nem mindig egyenlő a minőséggel. Az embernek van körülbelül 10 000 ízlelő bimbója, a disznónak 40 000, most ebben nem akarok belemenni, vagyis a disznó nagyon-nagyon-nagyon kifinomult, és akkor neki ugye csak moslékot adunk. A kutyának meg jaj, de jó, hogy egyen valami finomat, neki van körülbelül 1000 ízlelő bimbója, és szerintem mindenki látott már kutyát üröléket enni, szerintem az köztudottan nem finom, vagyis ha én az ízre akarom őt rákároztatni, akkor szerintem nem ez az elsőleges dolog. A kutyák többsége energiára eszik, és ez azért fontos, mert nem fogom tudni őt átverni abban az esetben, hogyha maga a táp nem finom. Legyen egy ilyen közép ízű maga a kaja, mert akkor a kutya eleinte persze habzsol, meg irigy, meg ott van a másik, elkezdi majd zabálni, de hogyha meg tudom neki teremteni azokat a körülményeket, hogy életében 10 perc lehet a kajálásnak az időtartama, és azt tudom neki mondani, hogy sajnos csak ez van, és ha nem ette meg, akkor elveszem tőle, és majd a következő etetésnél ugyanazt nyugodtan odaadhatom, ez szárasztápra vonatkozik, mert a konzerv az elég erőteljesen meg fog változni minőségileg, de egy a lényeg, hogyha ez egy normális, nem túl ízes valami, akkor a kutya pontosan annyit fog az egészben lenni, mint amennyire neki szüksége van. És ez azért jó, mert hogyha nekem jó minőségű a tápom, akkor általában a tápgyártók azt mindig fölé lövik egy kicsit, hogy többet kelljen a kutyának adni, de mindig azzal jönnek vissza a rendelőkbe a gazdik, hogy hát alig eszik a kutyám, hát szegény éhen fog halni. Ráteszik a mérlegre, lát csodát, nem csak, hogy tartja a súlyát, hanem még többször szólni kell a gazdának, hogy túl is etetik. Csontetetés. Kétféle csont van a csirkecsont, meg a sertés marvacsont, egyik sem jó, bármi meglepő, marha egyszerű, a csontot már csak az eszi, aki utoljára tévedt oda. És a sivatagban és meg az erdőben is csontvázakkal fogunk találkozni, és a csontot nem nagyon szeretnék ezek az állatok megenni. A csirkecsont a szilánkosan törik, sérti a szájüreget, a gyomrot, a beleket, a nyálkahártyát, át is lyukaszthatja, és hát szerencsétlennek sündisznót kell kakálnia, és ez ilyenkor ez kibírják röhögés nélkül. A sertés és a marhacsont, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó időtöltés, csak az vele a probléma, hogy benne van a csont felül, a Szimbádra, mint emlékszünk filmre, ott ül a Szimbád, és amikor
a csontból kiveri a velőt és rákeni a pirítóshoz, az nem más, mint zsír. Vagyis, hogyha én ezzel letettem, akkor megint energiával túl fogom lőni a kis kedvencemet. És akkor itt van egy kis jószány, akinek a röntgen fölvétele, ezen van ilyen pointer? Igen. Melyik az? Oké. Okay. Oké. Okay. Most se tudom, vicceltem. Szóval itt ez a fehérség sajnos nem látszódik röntgenen, el kell hinni. Ez a dugó, amit kimostunk belőle, és hát azért az elég véres, meg macerás, az altatás nélkül nem is fog működni. Ez a kutya csirkecsonttal lett megetetve, hát nem volt ez szerencsés. Nyers hús etetése. Marha nagy őrület ez a bárf. Én szeretem. Múltkor volt egy illető 12 vizslája pusztult el 20-ból, és kérdeztem, hogy akkor mi volt, hogy volt, hát ő nem tudja, már eltemetett mindenkit, és akkor még volt neki egy hullája, és akkor mondtam, hogy szerintem azért azt az egyet intézetbe boncoltassuk már föl, ugyan, hogy akkor mi van benne. Visszajött, hogy klosztridiummal volt rendesen megtömve ez a szerencsétlen kutya, megkérdeztem, hogy mit, hogyan történt, nyers húsetetéssel történt, természetesen ez az egész már jó rothat volt, és hogy még biztosan ilyen fasz a klosztridium törzs tudjon életben maradni, ezért a fagyasztóba tette be, a fagyasztóba túlélt az, amelyik a überfasz a csáfó volt, és ezzel lett megetetve 20-valahány kutyájából 12 bárfetetés következtében gyönyörűen elpusztult. Nagyon sok esetben van az, hogy mi is, mint állatorvosok néha azt mondjuk, hogy amikor nem jutunk sehova és bőrallergia van, hogy na, az iskoláját kezdje el bárfozni, de nem nagyon sokáig, 1-2-3-4 hónap, a kutya kijön ebből az egészből, és utána megint csinálok egy minőségi tápváltást. Ezek azért jók, ezek az így történő ideugrok, odaugrok, de csak kontrolláltan, mert olyan baromi nagy váltást tudok csinálni az etetési protokollomba és az etetési összetételbe, hogy ami eddig blokkolva volt, az felszabadul. Ez ugyanaz, mint amikor valaki elmegy kondizni, és minden áron fogyni akar, vagy baromi nagy bicepszet, és semmi más nem csinál, csak ezzel fog bicepszezni. Az azért nem fog neki működni a rendszer, mert már beállt minden, és megszoktak. Nem lesz nagy bicepsze. Ha megmondom neki, hogy új bicepszezőt közben csinálom, még benne valami ötöt ilyet, akkor új izomrostok fognak bekapcsolódni az egészbe, és akkor sokkal nagyobb bicepsze lesz. De majd idővel neki vissza kell állni a normális működésre, vagyis akit átállítunk bárfra, azt idővel vissza fogjuk hozni egy olyan tápkájékra, ami húzamosabb ideig vihető. Leszámítva, hogyha egy napon belül klosztridiumban megdöglik mindenki. Ezért fontos az, hogy betartsuk azokat a dolgokat, hogy mit, hogyan etethetünk. Ugye nem etetünk rothadt húst, és akkor itt van egy teljes lista, ne etessünk nyers disznóhúst, mert nem tudjuk, hogy honnan jön. Hogyha ez most jön Lengyelországból, vagy innen, onnan, amonnan, és ez ahogy ez kis disznó, ember megehetné nyersen a disznóhúst, de mi ezt nem szoktuk, kolbász formájában, de az megint más, viszont az OESK-ben minden emlős állat meg fog pusztulni, kivéve a disznót és az embert. A nyers sírke most meg hála Istennek tele van a szalmonellával, ezt marhára szeretjük, nyilván a kutyát is rendesen meg fogja fingatni. A nyershal húzamosabb betetésével B1 vitamin hiányt fog kialakulni idegrendszeri tünetekkel, illetve hogyha bármilyen nyers állatot etetünk, a parazitózisnak a veszélyét jelentősen meg fogjuk emelni. Vagyis mindenki elgondolkozhatja, hogy ez megéri-e vagy sem. Tejitatás, zseniális, a legjobb a felestej. Van egy allergia, ugye az, ami a fehérjére vagy különböző molekulákra kialakuló immunreakció, ami egy allergiás folyamatot jelent, viszont ami a tejnél jelentkezik, az egy enzim hiány, ami a tejcukrot nem fogja tudni bontani. Ez a tejcukor, ez két monomerből áll össze, és mivel nem tud megemésztődni, hogy monomer legyen belőle és felszívódjon a bélüregből, ezért magához fogja vonni a vizet, és az hasman is formájában jelentkezik. Ennek semmi köze nincsen az allergiához, ez egy intoleranciának nevezett valami, vagyis, hogyha én kedveskedni akarnék a fifimnek, akkor neki is veszek egy laktáz tablettát, beleteszem a tejébe, aztán igya meg. Na de, minek? Itt van az emberi tej, a tehén tej, a kocatej, a szuka meg a macska tej. És akkor megnézhetjük, hogy semminek semmi köze nincsen ahhoz, mint amit én a kis kutyámnak szeretnék odaadni. Mert mi? Most miért felezem meg? Ha megfelezem a tehéntejet, akkor még kevesebb a szárazanyag tartalma, meg még kevesebb a fehérjéje. Jó, kevesebb cukrot viszek be, de hát ugye a cukrot azt tudnám emelni. Vagyis megint jön a következő kérdés, hogy miért akarok tejet itatni?
A tejet megissza a kutya, mert van benne zsír. Nem nagyon szeretik ők az édes ízt, hanem mindig általában a zsír irányába mozdulnak el. A tej az valamilyen mértékben zsírosabb, mint a víz, ezért inkább jobban elfogadja. De a víznek nincsen hiánypótlója. Na, túlsúly, kövérség. Nagyon sok esetben azért lesz kövér a kutya, mert lelkiismereti problémám van. Bassza meg, dolgoztam egy csomót. Nem megyek el sétáltatni, fifi, itt van, jutalom falat. És akkor ezt minden nap megcsinálom, úgy fog szerencsétlen nőni, mint a gomba. Csináltak egy olyat, hogy magyar vizslákat etették háztartási kekszel, minden nap csak egy kekszet kapott. A normális táplálék fölött egy év alatt 1 kilót sikerült a kutyának magára pakolnia. Ez egy 20 kilós kutyánál 1 kiló, ez belefér, egy fifinél is 1 kiló lesz, csak ő 4 kilóval 5 kilóra fog meghízni, és akkor innentől kezdve már el lehet gondolkozni az, hogy van-e értelme. Kondíciókat szoktunk becsülni, és minden kutyának mindig más és más. Valaminél erre mondom, hogy kövér, valaminél arra mondom, hogy kövér, de egy a biztos, 1-től 5-ig a legegyszerűbb a kondíciót meghatározni. Vannak Amerikában, akik 1-től 9-ig, az már nekem bonyolult, el sem tudok odáig számolni. Ami az egészben a lényeg, hogy a hasnak fölhúzottnak kell lenni, a bordákat éreznem kell, de nem láthatom, illetve amikor a hátán végig húzom a kezemet, akkor a tövis nyúlványokat finoman végig tudom húzni. A kövér kutyák 80%-a alul tápláltan kövér. És nem csak a kutyák, hanem mi is. És ez azért van, mert jaj, egy kicsit nosizok, meg jaj, még egy kicsit, mert soha nem abból eszek többet, aminek mindig kiegyensúlyozott az étrendje, hanem én abból, amiből finom. Na most én meg tudom csinálni azt, hogy kinyitom a hűtőajtót, kenek magamnak egy zsíros kenyeret, a kutya ilyet nem tud megcsinálni, vagyis a kutya csak akkor fogja ezt elkövetni, hogyha én adok neki zsíros kenyeret, szóval semmi másképpen nem fog tudni oda jutni a kajához. Persze szeretne, meg kunyizik, meg minden egyéb, de én fogok neki akkor is adni. Kutyák 40-50%-a túlsúlyos, macskákról most nem beszélgetünk. A testsúly befolyásolja a táplálék minősége és mennyisége, az életkor, a fajta, az aktivitás, az ivartalanítottság, illetve egyéb egészségügyi problémák. És a fiatalkor, és itt követjük el a lehető legtöbb hibát. Ami a fontos, hogy a mennyiség az sose fog átcsapni minőségbe, és mivel most nagy testű kutyákról van szó, az óriási és nagy testű kutyák 18 hónapig nőnek. És ami a lényeg az egészben, hogy én tudom azt, hogy na ő körülbelül olyan 60 kiló lesz felnőtt korára, az a 18 hónapos kort jelenti, és ennek a 75-80%-át kéne, hogy elérje a kutya egy éves koráig, és körülbelül egy olyan 7-8 hónapos koráig a súlyának a felét. Vagyis, hogyha én körülbelül tudom, hogy az én kutyám az 60 kiló lesz, akkor fél éves korában ne nagyon legyen több 30-nál. Ami fontos ebben az egészben, hogy nem állandó zsírsejtszámmal születünk. Ezt régen azt hitték, hogy mindenki ugyanannyival születik, mint agysejttel. Nem, zsírból több lesz, én sem leszek már okosabb. És az a lényeg az egészben, hogy az a zsír, ez nem egy szalonna, amit ráteszünk a kenyére, hanem ez egy hormonálisan nagyon-nagyon-nagyon aktív szövet, aminek, és itt van egy nagyon csomó sok probléma, hogy a sok elhízott gyerek, aki ott van, a reklámnak köszönhetőleg ugye az elevites anyák megszülik a gyereküket, az elevit következtében megy az anyag cseredögivel, és nagy zsírsejtekkel fognak ezek megszületni ezek a gyerekek. Na most mivel nagyon nagy sok zsírsejtje lesz, addig amíg ez a zsírsejt tele van zsírral, addig semmi probléma nincsen. Háj, de jó, fincsi. Viszont elkezdem fogyasztani ezt a gyereket, ebből a zsírsejtből elkezd kifogyni a zsír. Abban a pillanatban beindul egy leptin termelődés, ami nyomja a gombot, zabálni. És ezekből lesznek azok az emberek, hogy soha a büdös életben nem fognak tudni lefogyni. Vagyis, hogyha én egy kutyát az elején már meghízlalok, akkor miközben ő nő, plusz zsírsejtek fognak még kialakulni, minél több zsírsejt, minél több leptin, és annál boldogtalanabb lesz annak a szerencsétlen kutyának és gazdának is az élete. Ami a lényeg, nem a genetikailag determinált nagy növekedési ereje a probléma, hanem az összetevőkben nem kiegyensúlyozott és túladagolt a tetés a káros. Ez annyira faszának fogalmaztam, hogy majd lesznek erről képek, hogy ez mit jelent az egészben. Ha én azt szeretném valamihez hasonlítani, hogy mire jó egy... hogy néz ki egy etetési menet,
akkor azt tudom mondani, hogy minden összetevő úgy néz ki, mint egy donga a hordóba. És ezek különböző méretű dongák, mert nekem csak ennyi zsír kell, ennyi fehérje kell, ennyi cukor kell, stb. De én vizet csak annyit tudok beletölteni a hordóba, amennyi a legkisebb dongám. Vagyis ha van nekem egy ilyen, és még elkezdem őt pluszba etetni, akkor nem az egészben fogok neki minőségben javítani, hanem nem kiegyensúlyozott és egy túladagolt etetés fog bekövetkezni. És mivel említettük, mert mi leszeretnénk fogyni, és simán meg tudnánk csinálni, hogy csak csirkehúst fogunk enni, egy év alatt le is fogunk fogyni, termelni kell még mellette egy kis szénhidrát, de a kutya azért nem fog tudni csak csirkehússal lefogyni, mert mint említettem, ő a fehérjéből igenis tud energiát magának konvertálni. A vadonban az állat sosem lesz kövér. Jó, ezt kell megegyeznünk, és azért nem lesz kövér, mert annyit bír enni, mint amennyit ott a vadonban ő ezt meg fogja találni. Ami a lényeg, hogy ha én valamivel fölhízolom a kutyámat, és láttuk azt, hogy 80%-ban a jószág az alul tápláltan kövér. Vagyis, hogyha én abból a tápból fogok neki sokkal kevesebbet adni, mint amivel őt meghízlaltam, akkor még alul tápláltabban lesz. Még kevesebb ásványanyag, még kevesebb vitamin lesz a szervezetébe, ki fog éhezni, beindul egy májázsírosodás, illetve egyéb hiánybetegségek fognak majd kialakulni. Mi a teendő? Hát legjobb a megelőzés, és a kezelés pedig egy olyan állatorvosi kontroll mellett lévő speciális diéta, amivel akár genetikai szinten is be kell, hogy tudjak hatni, mint hogy a leptin termelődés valamilyen mértékben fogom tudni csökkenteni, aminósavakban, vitaminokban, ásványanyagokban annyira föl, hát aminósavakban annyira nem, de kell a jó minőségű aminósav összetétel, abban a pillanatban lejjebb tudok menni fehérre szükséglettel. Vagyis viszont annak a fehérjének megint azt mondom, hogy a biológiai értéke sokkal magasabb, ergo kevesebb kell nekik, kevesebb energiát viszek be, nem zakatol a mája, és a kutya tökéletesen fog működni. És akkor itt van ez a pontozásos dolog, hogy az első, ami látszódik, ő egy sovány, a végén lévő az elég kövér, és ami középen van, az nagyon finoman, hát a felső, itt nagyon enyhén látszódnak a bordák, de hát valahogy nekik ábrázolniuk kell, itt vannak finoman behúzódva a bordák, nem úgy, mint ez, vagyis nekem ez fogja meghatározni azt a hármas kondíciót, amit nekem meg kell szélni. Disztázia. És eljutottunk oda, kövérség, nem jól letettem, diszplázia. Diszplázia az egy olyan szövet vagy szervi rendellenesség fejlődése, aminél kialakul, hát egy inkongruencia fog kialakulni. Lehet szívdiszplázia, lehet könyökizületi diszplázia, lehet csípőizületi diszplázia, stb. Vagyis ez azt jelenti, hogy annak a szerv együttesnek vagy szövetnek a nem megfelelő vagy hiányos fejlődése. Ez egy bonyolult öröklésmenet. És nem lehet azt mondani, hogy ha én megtaláltam ezt, akkor ő biztos, hogy az lesz. Ez ugyanaz, mint a retinatrófia, vagy bármilyen egyéb ilyen polifaktoriálisan öröklődő elváltozás. Egy dolgot lehet mondani, genetikailag nagyon-nagyon fontos, hogy benne van ez a rendszer, vagyis nem tudom azt mondani, hogy ez egy nagy testű kutya, akkor ez lesz, vagy ez az. Tudnunk kell, hogy benne van a pakliba. Viszont azzal, ahogy én a kutyát etetni fogom az élete első évében, vagy ahogy én mozgatni fogom őt az élete első évében, meg fogom tudni koronázni a kutyámnak az életét. Ergo, egy olyan kutya, amelyikből biztos, hogy nem lesz diszpláziás genetikailag, tudok csinálni diszpláziás kutyát másfél éves koráig. Megfordítva, az, akinél biztosan tudom mondani, hogy ő genetikailag diszpláziás lehet, életformával meg tudom csinálni, hogy nem lesz 18 hónapos korában diszpláziás a kutya. Még egyszer itt van ez a mondat, hogy nem a genetikailag determinált, ezt már ki is veséztük. És akkor itt van egy-kettő rögön, csak gyorsan, azt jelenti ez a gömbcsukló, hogy ez gyönyörűen belefekszik ebbe a kis vájadba, olajozottan megy minden, tökéletes. Viszont, hogyha én ezeket nem megfelelően fogom etetni, nem jó a súlykontroll, nem jó semmi az ég egyet a világon, akkor itt még nagyjából van egy enyhén szubluxálódott csípő, de már ez sem gromek, viszont ez, ami mellette van, ez meg már biztosan, hogy kuka. És hogyha én ezt még tovább fogom tudni aszalni, akkor el fogok tudni jutni egy olyan állapotra, ahol már semmi gömbön nincsen, hanem az egész mindenség ellaposodott, ez bármikor ficamodik, ez annyira fáj szerencsétlen jószágnak, hogy. És a legnagyobb probléma, hogy amikor ezzel jönnek hozzánk, ezek a kutyák már 8-10 évesek.
Vagyis ez a kutya, míg ez ideig eljutott, ő egy éves korától lett ilyen, vagyis ő 7 éven keresztül összeszarta magát a fájdalomtól. Csak az a baj ezzel az egésszel, hogy a kutyának ilyen baromi magasan van a fájdalom küszöbe, és addig, amíg ezt nem éri el, addig ő nem fogja mutatni. Csak az, hogy most már tudok menni, de amíg feláll, ott látszódik az a dolog, hogy valami nem stimm a kutyánál. És akkor, hogyha voltak még videó felvételek, akkor hopp, előveszem, mondom, valami gyanús, dobtam a kutyának labdát, és így ment utána, akkor biztos, hogy nem fájt a csípője, viszont amikor azt veszem észre, hogy húj, de nehezen indulok be, na, az már biztosan azt jelenti, hogy ott már neki fájdalom van. De amikor már a öngenezéshez el fogunk jutni, akkor már lehet, hogy ilyeneket tudunk találni, és akkor ez egy megoldás. Nagy testű kutyánál sajnos nem bírja el a súlyát, ha csak levágom a combcsontfejet, ezért be kell tenni egy csípőzleti protézis. Köszönöm szépen, viszont ezzel még biztos, hogy nem álltunk meg, mert ezt is majd dekapitálni kell, és majd egy-két hónap múlva ezt is meg kell csinálni. És aztán utána jönnek azok a problémák, hogy befogadta, nem fogadta be, kilökte, nem lökte ki, ha már az volt, akkor már lehet, hogy nem lehet újra műteni, és őt elveszítettük. Osteoartritis, ugye ez egy nagyon szép szó, ez azt jelenti, hogy csontizületi gyulladás, és ami itt a lényeg az egészben, az az, hogy ha én a kutyát ad libitum etetem, akkor az ad libitum etetés következtében milyen mértékben lesz, és mennyinél izületi elváltozás. A sárga az enyhe, a zöld a közepes, és azért látjuk, hogy 26 hetes kor, 267-es korban elég jelentősen a súlyos jelen esetben, hát hogy ez most csípőizületi vagy könyökizületi, ez teljesen mindegy, de izületi elváltozásom lesz. Viszont hogyha én az élete elején 75%-at adaketetéssel etetem őt, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy ez a szám ez jelentősen csökkent. És ez az, amit mondtam, hogy genetikai faktorokkal megtűzelt állatot én odafigyeléssel vissza tudok húzni abba az irányba, hogy ez ne legyen probléma. Miért fontos ez? És azt hiszem, ja igen, még egy-kettő, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, körülbelül mi ebben a magasságban vagyunk, ő itt az írfarkas, meg a dándog, de ami a lényeg az egésznél, hogy teljes mértékben egy szépen lassan ellaposodó növekedési zónánk van, és amire nekem oda kell figyelni, az ez. És itt fogom tudni, hogyha ez már nagyon magas az elején, akkor biztosak lehetünk abba, hogy ez be fog roppanni. És miért fog beroppanni? És ezt a könyöknél szeretném megmutatni, azért a könyöknél, mert mindenki a csípőizületi diszpláziáról beszél, viszont a könyök szerintem részben sokkal fontosabb, és azért fontosabb, mert nincsen könyökizületi implantátum, ergo, hogyha a könyök kuka, akkor nem tudom megcsinálni azt, mint amit láttunk a röntgennél, hogy kap egy... Köszönöm! Mert annyi csontom ízület ott, és teljesen más, hogy van a teherviselés az egészben, nincsenek izmok körülötte, amik statikában, helyben tudják tartani, mint a csípőt, ezért azt lehet mondani, hogy ha a könyök elment, akkor az már minden tekintetben kuka. És akkor itt van egy ilyen stilizált rajz, ugye? Itt van egy növekedési zónám, és itt van a porc felszínem, itt van egy csontosodási területem, illetve itt van másik csontosodási terület. És ahogy látjuk, ezek T3, T4, D-vitamin, kalcium, foszfor, inzulin, inzulin-like growing faktor, minden egyéb, hogy mik hatnak nagyjából a csontnövekedéshez. És itt jön az erecske, itt ezekből a totipotens sejtekből ki fognak szépen alakulni majd porcsejtek, és ezek a porcsejtek szépen elkezdenek meszesedni, és akkor létrejön ebbe a magasságban a csont. Ebben a magasságban pedig létrejön a porc, de ő már ebben az irányban már nem akar meszesedni, mert itt az volna az egésznek a lényege, és ezen a felületen meg ki fog alakulni a hialinporc. És akkor ez milyen kényelmesen megengedi azt, hogy akadálymentesen tudjon súrolni. És akkor fölmerül a kérdés, hogy hú, hát akkor látszik, hogy van kalcium, meg van minden, és akkor adunk neki csonterősítőt. Na ez is egy hiba, mert teljes mértékben fölösleges, ha kiegyensúlyozott az étrend, akkor minden jól működik, viszont ami a lényeg, és láttuk, hogy elég sok tényező hat az egészre, és hogyha én túlnyomom őt csonterősítővel, akkor megint az a mondat fog bekövetkezni, hogy a probléma az szokott lenni, amikor nem kiegyensúlyozottan valamiben túletetem őt. És a kalciummal hibát követek el akkor, amikor keveset adok, mert akkor abban a pillanatban relatív a foszfor túlsúlyom fog jelentkezni, a relatív foszfor túlsúlyba azt mondja a szervezet, hogy nekem ez nem kell, erre elkezdi termeltetni a pajzsmirigynek, a mellék pajzsmirigynek az egyik hormonját, a parathormon, és onnantól kezdve a csontból gyönyörűen elkezdi kimosni
a kalciumot, hogy a foszfortól meg tudjon szabadulni. És akkor létrejön az angol kóros kutya. Oké, ezt nem szeretnénk, nyilván akkor jó az ellenkezője. Kapjon kalciumot. Igen, nem? De a csonterősítők jelentős többsége foszfort és kalciumot is tartalmaz. Na, mivel letettem hússal, meg van benne gabona, meg minden, abban a foszfor itt van. Én ezt még meglököm egy kis kalcium-foszfor tartalmú csonterősítővel, ahogy a fasz, még jobban megemeltem a foszfort, mellette van még a kalcium, de abban a pillanatban azt fogja mondani a szervezet, hogy sok a foszfor. Megint be fogja indítani a parathormonos dolgot, és a csonterősítő mellett az egész gyönyörűen el fog menni. Jó, akkor nem ilyet fogok neki adni, darálok neki tojáshéjat. Elkezdem neki darálni a tojáshéjat, majd egyszerűen azt fog bekövetkezni, hogy hoppá, már túl sok lesz a kalcium az egész rendszerben, ezért azt fogja csinálni, hogy ezt neki el kell takarítani a valahova, hova tudja eltakarítani, be fogja pakolni a csontba. Ezt szeretnénk. Igen ám. De mivel láttuk azt, hogy még ott azon a területen nekem még nőni kell, még egy kicsit meg kell erősödni, még azt szeretném, hogy ez a csont ez még tudjon valamennyire nőni, mert ha bemeszesedett, akkor kész, vége, akkor ott az egész folyamat leállt. Na, adom neki, beindul a hiperkalcitoninémia, és abban a pillanatban minden, ami rossz, az fogja magát és berögzült. És akkor kész, vége, és akkor lesz egy alacsonyabb kutyám. Tehát adtam neki csonterősítőt. Igen. Hát, de minek? És azzal vagyunk még problémában, hogy az a következő díja lesz, hogy nincs egy pontos adag, de van egy biztonsági terület. Ez azért elég széles határok között dolgozik, de tudnunk kell azt, hogy például más két hónapos korban és más öt hónapos korban. Ez az ábra ez azt mutatja, hogy amikor nincsen szinte nulla kalcium van a kajába, akkor a szervezet mindent megpróbál elérni annak érdekében, hogy bármit föl tudjon szívni. Ez egy aktív folyamat. Majd ahogy emelkedik a kalcium mennyisége a tápban, abban a pillanatban ez az egész aktív folyamat szépen lemegy. Miért? Mert ha normálisan működik minden, akkor ez passzívan föl fog szívódni. Na de megint ott állunk gondba, hogy a végére én el fogok jutni valami hihetetlen baromi magas kalcium szintre. Viszont annak a kalciumnak is, hogyha megnézik, kb. 40-50%-át fogja felszívni. Vagyis, hogyha kiviszem őt a kaszthegységbe, és megetetek vele 5 kg patyidákot, mészkövet, akkor ő neki az 5 kilóból 2,5 kg elméletileg föl is szívódhatna. Van rá szüksége? Nincs rá szüksége. Mi lesz a többiből? Hát még azt a mészkövet ki is kéne kakálni. Vagyis én azt mondom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk magára a kalcium összetételre. Itt van egy két hónapos kutyának, ez ami le van így sarkítva, ez egy olyan kalcium mennyiség, aminél nagy valószínűséggel nekünk nem lesz csontfejlődési problémám. Itt ez 750-től megy fölfel 1200-ig, itt már mindegyik, ez már piros és narancsárga, hát egy zöld becsúszik, de ezzel nem foglalkozunk, biztos méréshiba, de ha azt nézem, hogy előfordulási százalékban, ha túl sok kalciumot adok a kutyának, akkor igenis oszteoartropátiám, illetve oszteokondrózison fog kialakulni. Ez az 5 hónapos, és ez pedig ez a 2 hónapos, és ez az 5 hónapos. Itt már látjuk, hogy már 750 alatt kéne, hogy tartsam a kutyát a kalciummal, vagyis hoppácska, megint nő a kutyám, már annyira nem nagy a növekedési ereje, szépen lassan vissza kell vennem, hogy a növekedés az olyan mértékű legyen, mint amit szeretnék. Melyik kutya kapott csonterősítőt? Ő. Így van. Pontosan az ellenkezőjét érjük el annak, mint amit én a csonterősítővel el szeretnék érni. És akkor ő egy kis kutya, ő is egy dán dog. Így érkezett be, etették meg, jaj de cuki. Aztán én visszafogtam az etetését, és le is fogyott be, látjuk, hogy a mellkasa össze van esve, és hoppá, kiegyenesedett a lába. Fá! Megoldottuk a problémát. És erről készítettünk egy röntgenfölvételt, még amikor kicsi volt, hogy milyen mértékben van deviancia, kell-e nekem csontot vágni, vagy minden, és ez egy teljes mértékben negatív röntgenlelet. Most remeg a kezem. De itt van ez a fekete vonal, ez nem törés, ez nem semmi, hanem ez az a növekedési zóna, amit láttunk azon a stilizált rajzon, ott a bumpsli alatt volt egy ilyen kék csík. Na, ez még nem záródott be, ergo, amikor én ekkor fogok elcsípni a diszplázia szűrésre jövő kutyát, ami nem, diszplázia vizsgálatra, mert szűrés ugye az 18 hónap, de már mire én őt szűröm, addigra ő már diszpláziás lesz. Vagyis lehet, hogy populációs szinten én egy jó genetikai állományt elő tudok csiholni, viszont
az állat életének a minőségét jelentősen rontottam. Azáltal, hogy kivártam a 18 hónapot. Könyöknél biztos, hogy elfelejthetem a kutyát. Vége. Ha én megnézem őt 4-5 hónapos korban, akkor van időm beavatkozni. Itt én hátra is dőltem, hogy na, nagy baj nem lehet, erre ez a szerencsétlen pára fogta magát, és lesántult 6 hónapos korára, és itt már le van törve egy darabka, és itt van egy másik vonal, és ez a csont is letört. Vagyis az ő könyöke az úgy néz ki, hogy kuka. De marha jó még az egész, mert fiatalon tudtuk detektálni, sajnos nem nagyon látszódik, meg van rogyva, itt vannak ilyen fehérebb csíkok, nem tudom, hogy mennyire látszódik. Amikor ő még így volt, totyogott meg, jött, ment, és mivel még ilyen kicsit nyomorékra sikerült visszaállítanunk az egész rendszer, de visszaállt, akkor is még neki a csuklója merev volt. És ahogy ment, mondtuk, hogy ne nagyon mozgassák, csak tényleg az, hogy kicsit séta ide, kicsit séta oda, megkapta mindig azokat a rázkódásokat, hogy ez az alsó, ez a csuklónál lévő növekedési zónát leblokkolta. És kialakult egy rövid ulna, short ulna, aminek következtében, ahogy nőtt a másik csont, pik eltörte az egyik csontot, pak eltörte a másik csontot, és ő még nőtt volna tovább. Na most, ami a lényeg, ez műtétileg kényelmesen meg lehet oldani, és ha friss az eset, akkor nekem nem kell belenyúlni az ízületbe. És itt van mindig a legnagyobb probléma, ha én kinyitok egy ízületet, az biztos, hogy galra fog menni. Oké. Megcsinálom az alsót, és ami a lényeg az egészben, hogy amiket el kell kerülnünk, ha én későn veszem ezt észre, akkor nekem abban a pillanatban már fölül kell műteni, és akkor láthatjuk, hogy ilyen csúfságok fognak kialakulni. És ez a kutya ugyanolyan diszpláziás volt több hónappal korábban is, csak egy egyszerű beavatkozással meg lehetett csinálni, vagy kap egy ilyen élete végéig egy ilyen mankot. Egyszer etetés, vagy hányszor etetés, és akkor gyomorcsavar, 5 perc alatt bele fogok férni. Mély mellkasú kutya fogja magát, eszik egyet, és ráadásul olyan takarmányt eszik, ami könnyen gázosodik, tészta, burgonya, zöldség. Na most utána még ez mozdul is egyet, nem kell neki futni, hanem oj, ezt a fütyültek neki, megfordult, és ez már bőven elegendő ahhoz, hogy kialakuljon egy gyomorcsavar. Klinikai tünet, nyázás, nyugtalanság, hasi fájdalom, feszesség, elkezd fölfúvódni, dobos, és regurgitál. A regurgitáció az azt jelenti, hogy eszik és jön is ki, iszik és jön is ki. Nincsen olyasmi, amit mi is szoktunk érezni, egy-két átmulatot éjszaka után, hogy cefetül vagyok, majd egyszer csak kijön minden. Ez a cefetül levőség a hányást mindig megelőzi. És ő konstansan szarul van, de a kaja az nem úgy jön ki, hogy most el akar ő valahova bújni és keresi azt, hány ingere van, ez elmarad, hanem csak egy regurgitáció fog bekövetkezni, majd bekövetkezik az elhullás. Itt van egy sematizált ábra, a gyomornál az egész gyönyörűen elkezd megcsavarodni, elzárja ki és a bevezető járatot, és a benne lévő gázosodni képes takarmány az elkezd gázt termelni. Ő is végül is egy dog, elég gyakran jönnek hozzánk ilyen nagy testű állatok ezzel a problémával, és jön a diagnózis. Készítünk róla, ő egy natív, ennyi kaja van benne, nem gázos, ami gáz, az fekete. Hú, ez is lehet gyomorcsavar, de nem, mert ez csak egy primáren kitágult gyomor, ezt megszondázzuk, elméletileg jók is tudunk lenni. Itt van ez a popelykar, ha már ilyen popelykart látunk röntgenen, akkor már a diagnózisunk megszületett. Meg lehet próbálni konzervatívan kezelni, szondát próbálunk neki lenyomni, vagy műtét, ami a lényeg az, hogy 6 óránk van a műtét sikeri, ez 6 óra után olyan mértékű elhalálozás tud lenni a gyomorban lépben itt ott, amott, a keringési sok, aminek következtében őt el fogjuk feszíteni, viszont hogyha őt meg is műtöttük, akkor még nem dőlhetünk hátra, hogy na, akkor de jók vagyunk, mert 4 napon belül bármikor eldobhatja a kutya a kanalat. És akkor mit tudunk csinálni? Műtéti megoldásnak kell őt elővetni. És akkor a műtét, mint megelőző jelleg, az lehet egy invazív, illetve lehet egy minimál invazív beavatkozás. Próbálkozhatok olyan, hogy máshogy etetem, kicsi részletekbe etetem, stb. De munkakutyáról van szó, ezért neki lehet, hogy 24 órában kell dolgoznia. És akkor mit csinálunk? Mi ezzel a toronnyal dolgozunk laparoszkópiásan. Itt egy kutyát dobtunk fel az asztalra, aki megelőző jelleggel jött hozzánk gyomorfal kivarrásra. Ott látszik, hogy elkaptam a gyomrát, és ezen a kis lukon húzom ki, és ott fogom hozzáölteni magához a hasfalhoz, és itt van lecentízve, ez 1-2-3 centis seben megoldottuk az egészet, körülbelül fél óra leforgása alatt. Köszönöm a figyelmet!